Sziasztok, Space Junkie csatorna nézők! Itt vagyunk egy nagyon érdekes helyszínen, a Rocket Reveal nevű eseményen veszünk részt. Hogy érezted magad először is ezen a zseniális estén? Meglepődtem, de amúgy ki tudtam kapcsolni és tudtam élvezni az eseményt. Az előkészületek nagyon stresszesek voltak, de ugyanakkor, amikor már odaültem én is így a színpad elé az ülősorba, akkor én is ki tudtam kapcsolni és el tudtam magamat adni az eseménynek, úgyhogy ennek külön örülök. Mióta készültek rá? Igen, az eseményre talán nem is annyira régen, évelején indultak el nagyon a dolgok, az alapozás az meg talán ilyen november, vége december elején indult el. Azért ez egy nagyon komoly esemény volt ma, gondolom rengeteg szervezés van mögötte. Hi to everyone at BME Suborbitals, I'm Chris Hadfield. Igen, de abszolút csapatmunka volt, tehát hogy volt egy elképzelés, megálmodtunk valamit, és onnantól jött a végrehajtás. Ez nem sikerülhetett volna, hogyha nem lett volna mögöttünk szenzációs csapat, akikkel ezt meg tudtuk volna szervezni. Itt vagyunk mi is reggel óta, és hát láttuk, hogy hatalmasan a sürgésforgás volt egyébként. Pakolás, tényleg a csapat, mindenki, akit láttunk, a cateringtől megkezdve, tényleg mindenki, aki részt vett ebben a zseniális ma esti felhajtásban, fantasztikus munkát végzett. Gondolom azért ez még csak a kezdet számotokra, tehát nem ez lesz az első és utolsó ilyen próbálkozás. Bízunk benne, hogy nem. Most egy darabig ilyen nagy eseményt nem tervezünk, tehát hogy most azért jobban vissza szeretnénk kanyarodni a szakmai vonalakra. Egyébként tehát, hogy itt ez most tényleg egy nagy esemény volt, de most tényleg így szeretnénk így jobban így a fejlesztések felé tendálni, és azzal foglalkozni, miért eredetileg megalapítottuk a csapatot. Mikor indul a Prometheus? Ennek a pontos dátuma még egyeztetés alatt van, de szeretnénk, hogy mi hamarabb, akár következő hónapban is már felbocsássuk az első tesztrepülés során. És pontosan mi a cél vele? Mi az elvárás a teljesítménnyel kapcsolatban? Az első tesztrepülés során egy sokkal kisebb motorral fog repülni, ami tényleg csak az a cél annak a repülésnek, hogy demonstráljuk azt, hogy ez működik. A legkritikusabb része, hogy az előadásomban is kitértem rá, az igazából maga a visszatérési rendszer. Nagyon leegyszerűsítve maga a felbocsátás része, a start, ez egy sokkal könnyebb, kiszámíthatóbb. Azonban az, hogy akkor ott milyen erők és hogyan mozdulnak el a különböző rendszerek, az már sokkal nehezebb, és úgy megalkotni ezt a visszatérítési rendszert, hogy ott is biztosan, stabilan tudjon működni, hiba nélkül, abban rejlik a legnagyobb kihívás. És ezt megelőzően szeretnénk minél jobban, legprecízebben a rendszer szintű teszteket végezni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy amikor oda rakjuk az indítóállványra, remélhetőleg nem a Magyar Nemzeti Galériában, hanem majd egy olyan megfelelő helyszínen, akkor ott már felkészült, és mi is nyugodtan tudjuk a startot nyomni. Lesz erről felvétel? Mindenképpen drónos is, akár még hőkamerás is, ezek most egyeztetés alatt vannak, de mindenképpen szeretnénk. Szerintem mindenképpen be fogunk róla számolni, nem is húzzuk tovább az időt, mert nagyon hosszú nap van mögötted. Gratulálunk az elért sikerekhez, és reméljük, hogy minden rendben megy majd. Nagyon szépen köszönjük! Hogy sikerült az egész este, így a teszt tisztelvezésetekben főleg? Nagyon örülök magának a lehetőségnek, hogy együtt tudtunk dolgozni a BMS Suborbitals csapatával, és úgy gondolom, hogy ez egy különleges lehetőség volt mind nekünk, mindennek a csapatnak, hogy talán egy szintet lépjünk ebbe az űrvilágába, és nagyon szeretnénk ezt folytatni. Én nagyon örülök neki, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat, és ilyen sokan részt vettek ezen az eseményen, mindenféle szektorból, és úgy gondolom, hogy ez a rakéta tényleg egy nagyon szép mestermű tud lenni azon az úton, amin mi közösen elindultunk a csapattal, és ezt szeretnénk folytatni ebben a formában. Úgyhogy jelentkezni fogunk még ilyen
érdekességekkel. Milyen jövőbeli tervekről számolhatsz be, vagy miről szeretnél beszámolni esetleg? Ez a mostani galériás esemény, hogy itt lehettünk a Magyar Nemzeti Galériában, és hogy ezt a rakétát ide behozhattuk. Ennek nagyon szeretnénk egy folytatást is biztosítani, méghozzá, ugye, ahogy említetted a műsor folyamán, a STEM tudományokból az A betű, mint art. Szeretnénk behozni az emberek hétköznapjaiba, hogy még inkább egy kicsit hétköznapi módon tudják megismerni, hogy milyen csodálatos világ vesz minket körül, és hogy milyen lehetőségek vannak az űrben. Az elkövetkezendő időszakban vidéken fogunk tervezni egy űrnapot, pár hónapon belül, illetve érkezni fog Magyarországra 2 darab szőnyeg a Buzz Aldrin féle alapítványtól. Ezek oktatási szőnyegek, 23 négyzetméteres, az egyiken a Hold, a másikon pedig a Mars van kiterítve, és ezt szeretnénk minél több magyar gyerkőchöz eljuttatni, ennek a tudásanyagát, és azt szeretnénk, hogy ők is érezzék, hogy egy nagyon felgyorsult világban vagyunk, ahol ebben most bele kell állni, és követni kell ezt a műfajt. Mindenképp mi is gratulálunk ez az egész szervezéshez, ez az egész ünnepélyes eseményhez, illetve magához a Nemzeti Galériához, mint helyszín, aki tényleg ezt így rendelkezésre bocsátotta nektek. Én úgy gondolom, hogy egy nagy csapatként itt nagyon előre fogunk tudni jutni ebben a témában, és rátok is szükség lesz a Space Junkie-ra. Nagyon szeretjük, ahogy ti dolgoztok, és amit ti képviseltek az országban ebben a témában, úgyhogy rátok is számítunk, és megyünk előre közösen.